Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot 59.301 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Az ajánlás 5., 7. és 8. pontjaiban Iváncsik Imre és mások a honvédség fejlesztésével kapcsolatos részlet szabályokat terjesztenek elő a 19. és 20. szakaszok módosításával az MSZP kérésére szavazunk. Kérem szavazzanak a jelenlévő 2/3-ával. Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 55 igen, 303 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Az ajánlás 6. pontjában Juhász Ferenc a 19. szakaszt a védelmi költségvetésre vonatkozó rendelkezéssel egészíti ki. Az MSZP kérésére szavazunk. Kérem szavazzanak a jelenlévő 2/3-ával. Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 59 igen, 257 nem, 41 tartózkodó szavazattal elutasított. Az ajánlás 14. pontjában Iváncsik Imre és mások a 36. szakasz második bekezdés e pontjában szereplő fegyverhasználati jog nélkül ellátandó feladat elhagyását javasolják. Az MSZP kérésére szavazunk, kérem szavazzanak a jelenlévő 2/3-ával. Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 58 igen, 303 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Az ajánlás 16. pontjában Korondi Miklós a 41. szakasz 4. bekezdésének módosításával azt kezdeményezi, hogy a kiképzett tartalékos állományban ne csak férfiak tartózkodhasson. A Jobbik kérdésére szavazunk az egyszerű többség szabályai szerint. Kérem szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 59 igen, 301 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Az ajánlás 23. pontjában Korondi Miklós a 75. szakasz 3. bekezdés C pontjának módosításával azt kezdeményezi, hogy a rögtönbíráskodás hatálya alá tartozó bűncselekmény halállal is büntethető legyen. A Jobbik kérésére szavazunk, kérem szavazzanak a jelenlévő 2/3-ával. Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 48 igen, 312 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Határozathozatalunk végére értünk. A záró szavazásra jövő heti ülésünkön kerül sor. Most soron következik a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztés téper 3485-ös számon, a Kulturális és Sajtóbizottság ajánlását pedig téper 3485/15-ös számon kapták készet. Emlékeztetem önöket, hogy az államtitkári zászló részletes vitát követően elhangzott. Most a határozathozatalok következnek. Az ajánlás 1., 2., 3., 4., 6., 8., 11., 14. pontjában szereplő javaslatok nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, így ezekről nem határozunk. Az 5., 9., 10. és 18. pont szintén nem kapta meg a szükséges támogatást, de a frakciók kérték azokról a szavazást. Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztő az ajánlás 7., 12., 13., 16., 17. és 19. pontjait támogatja. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja a támogatott módosító javaslat. Kérem szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 295 igen, 60 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta. Bizottsági állásfoglalásra és frakciókérésre még további indítványokról is döntenünk kell. Az ajánlás 5. pontjában Kis Sándorra a 2. szakasz 2. bekezdésének módosításával azt javasolja, hogy országgyűlési képviselőcsoport is kérhessen szakmai véleményt az akadémiától. A Jobbik kérésére szavazunk. Kérem szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 46 igen, 312 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Az ajánlás 9. pontjában Kis Sándor a 4. szakasz 4. bekezdésében az akadémia közfeladatainak körét egészíti ki. A Jobbik kérésére szavazunk, kérem szavazzanak. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a módosító javaslatot
46 igen, 311 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Az ajánlás 10. pontjában Kis Sándorra 7. szakasz első bekezdés B pontjában a kimagasló teljesítmény fogalmának egyik elemét módosítja. A Jobbik kérdésére szavazunk, kérem szavazzanak. Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. Igen, 311 nem ellenében tartózkodás nélkül elutasította. Az ajánlás 15. pontjában Gulyás Dénes a 26. szakaszt az akadémia elnökének és főtitkárának javadalmazására és szabadságára vonatkozó rendelkezésekkel egészíti ki. A Kulturális Bizottság támogatja. Kérem szavazzanak. Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. Igen, 290 nem és 18 tartózkodó szavazattal elutasította. Az ajánlás 18. pontjában Karácsony Gergely és Kukorelli Endre a 30. szakasz 4. bekezdés módosításával az alakuló közgyűlés résztvevőinek körét bővítik. Az LMP kérésére szavazó, kérem szavazzanak. Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 103 igen, 256 nem és egy tartózkodó szavazattal elutasította. Tisztelt képviselőtársaim, határozathozatalunk végére értünk, a zárószavazásra jövő heti ülésünkön kerül sor. Most soron következik a sporthuliganizmus jelensége elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztés TPER 3480-as számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig TPER 3480/14-es és 16-os számon kapták készhez. Emlékeztetem önöket, az államtitkári zászló már elhangzott. Most a határozathozatalok következnek. Felkérem Nyakú István jegyző urat, ismertesse az ezzel kapcsolatos információkat. Tisztelt Országgyűlés, az ajánlás 14 és 16. pontjában szereplő javaslatok nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, így ezekről nem határozunk. Ugyancsak nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást a 9, 12 és 13. pontok, de ezekről az MSZP, valamint az 1, 2, 5, 6, 7 és 11. pontok, amelyekről az LMP szavazást kér. Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztő az ajánlás 3, 4, 8, 10, 15, 18, 19, valamint 16/1 és 17/1 pontjait támogatja. Köszönöm szépen, jegyző úr. A támogatott javaslatok elfogadása kizárja a 17. pontot. Kérdezem a tisztelt országgyűlés, elfogadja a támogatott módosító javaslatokat? Kérem szavazzanak. Kimondom a határozatot, az országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat. 253 igen, 90 nem és 15 tartózkodó szavazattal elfogadta. Frakciókérésre figyelemmel további indítványokról is döntünk. Az ajánlás első és második pontjaiban Schiffer András a törvényjavaslat rendelkezései közül a büntető törvénykönyv módosítását kezdeményező szabályok elhagyását kezdeményezi. LMP kérésre szavazunk, kérem szavazzanak. Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 112 igen, 248 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Az ajánlás egymással összefüggő 5., 6., 7. és 11. pontjaiban Schiffer András a 11. szakaszban az egyes sportrendezvény biztosítási szabályok elhagyását javasolja. Az LMP kérésére szavazunk, kérem szavazzanak. Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 101 igen, 259 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Az ajánlás 9. pontjában Varga László a 11. szakasz 5. bekezdésében a sporttörvény 68/A szakasz 4A bekezdés A pontjának módosítását kezdeményezi azzal, hogy az utaztatás csak szurkoló igény esetén legyen kötelező. Az MSZP kérésére szavazunk, kérem szavazzanak. Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 102 igen, 258 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Az ajánlás 12. pontjában Varga László a 16. szakaszban a sporttörvény 72. szakasz második bekezdés B pontjának módosításával azt javasolja, hogy a klubkártya kiváltása ne legyen kötelező. Az MSZP kérésére szavazunk, kérem szavazzanak. Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot.
102 igen, 258 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Az ajánlás 13. pontjában Varga László, a 16. szakaszban a törvény 72. szakasz 4. bekezdés módosításával. Azt kezdeményezi, hogy a személyazonosság megállapítása csak a szervező jogköre legyen. Az MSZP kérésére szavazunk, kérem szavazzanak. Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. Igen, 303 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Határozathozatalunk végére értünk, a zárószavazásra jövő heti ülésünkön kerül sor. Soron következik az egyes választási törvények módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Kósa Lajos, Fideszes és Pálfi István kereszténydemokrata képviselők önálló indítványát, Téper 3550, tesz számon az Alkotmányügyi Igazságügyi és Ügyrendi Bizottság ajánlását, pedig Téper 3557/5-ös és 7-es számon kapták készet. Emlékeztetem önöket, hogy az előszereztői zárszó már elhangzott, most a határozathozatalok következnek. Az ajánlás első, második, harmadik és negyedik pontjai nem kapták még a szükséges bizottsági támogatást, de a frakciók ezekről szavazást kértek. Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztők a kiegészítő ajánlás első és második pontjait támogatják. Felhívom képviselőtársaim figyelmét, hogy a módosító javaslatok elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők 2/3-ának igen szavazata szükséges. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja a támogatott módosító javaslatokat. Kérem szavazzanak a minősített többség szabályai szerint a jelenlévő 2/3-ával. Kimondom a határozatot, az országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 298 igen, 1 nem és 60 tartózkodó szavazattal elfogadta. Frakció kérésre még további módosító javaslatokról is döntenünk kell. Ezek elfogadásához is minősített többség szüksége. Az ajánlás első pontjában Karácsony Gergely az első szakaszban a választási törvény 7. szakasz második bekezdés B pontját, valamint harmadik bekezdés B pontját kívánja módosítani, amelyben az eredményes képviselőválasztás szabályát terjeszti elő. A javaslat összefügg a harmadik és negyedik pontokkal, így ezekről együtt döntünk. A javaslat sor elfogadása kizárja az ajánlás második pontját, az LMP kérésére szavazunk. Kérem szavazzanak a jelenlévő 2/3-ával. Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 17 igen, 298 nem és 44 tartózkodó szavazattal elutasította. Az ajánlás második pontjában Dúró Dóra és Gaudi Nagy Tamás javaslatáról döntünk, a Jobbik kérésére szavazunk. Kérem szavazzanak a jelenlévő 2/3-ával. Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 47 igen, 313 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Határozathozatalunk végére értünk, a zárószavazásra jövő heti ülésünkön kerül sor. Most soron következik a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztés Téper 3497-es számon, az Alkotmányügyi Igazságügyi és Ügyrendi Bizottság ajánlásait pedig Téper 3497/16-os és 21-es számon kapták készet. Emlékeztetem önöket, hogy az államtitkári zárszó már elhangzott. Most a határozathozatalok következnek. Felkérem Földesi Gyula jegyző urat, ismertesse az ezzel kapcsolatos információkat. Tisztelt Országgyűlés! Az ajánlás első, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, nyolcadik, tizedik, tizenegyedik pontjában, valamint a kiegészítő ajánlás harmadik pontjában szereplő javaslatok nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, így ezekről nem határozunk. Ugyancsak nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást az ajánlás 13. pontja, amelyről az MSZP, valamint az ajánlás 9., továbbá a kiegészítő ajánlás 6. és 8. pontja, amelyről az LMP kérte a határozathozatalt. Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztő az ajánlás 2., 12. és 14. pontjait, valamint a kiegészítő ajánlás 1., 2., 4., 5., 7., 9. és 10. pontjait támogatja. Köszönöm szépen, jegyző úr! A támogatott javaslatok elfogadása kizárja az ajánlás 7. pontját. Felhívom képviselőtársaim figyelmét, hogy a támogatott javaslatok közül az ajánlás 2., valamint a kiegészítő ajánlás 1., 2. és 9. pontjainak elfogadásához az előterjesztő tájékoztatása szerint a jelenlévő országgyűlési képviselő 2/3-ának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a támogatott módosító javaslatokról két részletben határozunk. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja a minősített többséget igénylő támogatott módosító javaslatokat. Kérem szavazzanak a jelenlévő 2/3-ával. Kimondom a határozatot, az országgyűlés a minősített többséget igénylő támogatott módosító javaslatokat.
Jó, megnyomtuk. 362 igen szavazattal, ellen szavazattal és tartózkodás nélkül elfogadta. Most az egyszerű többséget igénylő javaslatokat teszem fel szavazásra. Kérdezem a tisztelt országgyűlést. Elfogadja-e az egyszerű többséget igénylő támogatott módosító javaslatokat? Kérem, szavazzanak. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az egyszerű többséget igénylő támogatott módosító javaslatokat. 311 igen, szavazattal ellen, szavazat nélkül 43 tartózkodással elfogadta. Frakció kérésre még további javaslatról is döntenünk kell. Az ajánlás 9. pontjában Schiffer András a 15. szakasz kiegészítését javasolja a köztársasági elnöki hivatal vezetőjére vonatkozó rendelkezésekkel. Az LMP kérésére szavazunk, kérem, szavazzanak. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a módosító javaslatot. Igen, 253 nem és egy tartózkodó szavazattal elutasította. A kiegészítő ajánlás 6. és 8. pontjaiban Schiffer András a 19. és 20. szakaszok módosításával azt kezdeményezi, hogy a volt köztársasági elnököt bizonyos juttatások csak akkor illessék, ha 5 éves hivatali idejét végig kitöltötte. Az LMP kérésére szavazunk, kérem, szavazzanak. Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 56 igen, 257 nem és 46 tartózkodó szavazattal elutasította. Az ajánlás 13. pontjában Bárándi Gergely és mások a minősített többségre utaló alaptörvényi hivatkozásokat tartalmazó 24. szakasz elhagyását javasolják. A MSZP kérésére szavazunk, kérem, szavazzanak. Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 55 igen, 299 nem, és 2 tartózkodó szavazattal elutasította. A határozathozatalunk végére értünk, a zárószavazásra jövő heti ülésünkön kerül sor. Tisztelt képviselőtársaim, most soron következik az egyes eljárási és az igazságszolgáltatást érintő egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az Alkotmányügyi Igazságügyi és Ügyrendi Bizottság önálló indítványát TPER 3522-es számon, az egységes javaslatot pedig TPER 3522-53-as számon kapták készhez a képviselők. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat érkezett, záróvitára is sor kerül. Kezdeményezem, hogy a javaslatokat összevontan tárgyalja meg az országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy az országgyűlés látható többsége az összevont tárgyalást elfogadta. Megnyitom a záróvitát a 3522/57-es számú ajánlás elsőtől 13-ig terjedő pontjára. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni? Igen, elsőnek megadom a szót Bárándi Gergely képviselőnek. Parancsoljon, képviselő úrnak. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés. Alapvetően a javaslattal kapcsolatban is elmondható, de hozzá kapcsolva a zárószavazás előtti módosító javaslatokkal kapcsolatban, na pláne, hogy önök jól láthatóan ismételten azt a taktikájukat követik, hogy két lépést tesznek előre, és utána egyet hátra. Beterjesztenek egy tudhatóan közfelháborodást kiváltó javaslatot, majd egyet az úgymond idézőjelbe teszem kritikák hatására visszalépnek. Sokan talán önöket ezért kompromisszumkésznek hiszik, de a lényeg azért ott marad. Ugyanezt csinálták egyébként az Alkotmánybíróság jogkörcsorbításának az esetében is. Arra pedig már szót sem érdemes ejteni és vesztegetni, hogy vajon ezek a javaslatok, ezek egyáltalán házszabályszerűek-e. Kezdeném a második ajánlási pontban megfogalmazott javaslattal. Az ügyész a zárószavazás előtti módosító javaslatoknak értelmében már csak a kiemelt ügyekben választhatna bírót. Na, ez egy olyan visszalépés, amiről az előbb beszéltem. Hadd idézzek önöknek a legfelsőbb bíróság büntető kollégiumának a 32 oldalas állásfoglalásából, amely erre az ajánlási pontra és az önök javaslatára vonatkozik. Azt írja a legfelsőbb bíróság, a törvényes bíróhoz való jog megkívánja, hogy bármely jogvita eldöntésére köteles bíróság a törvény alapján előre meghatározott absztrakt szabályok alapján alakuljon meg. Ezt az elvet a javasolt szabályozás megtöri. Ezen elv érvényesülésének egyik előfeltevése a bírák függetlensége és egyenlősége. Azzal, hogy a konkrét ügyben eljáró bíróság illetékességét nem a törvény, hanem a legfőbb ügyész határozza meg, és a döntésnek szempontjai még a bírói szervezet és a bíróságok szakmai és igazgatási vezetése előtt sem ismert,
sérül a bírói függetlenség és a bírák egyenlőségének elve is, ezen kívül beláthatatlan következményei lesznek egyrészt az eljárásban résztvevő személyek, másrészt a bírósági igazgatás számára is. Tisztelt Országgyűlés, mindezek az érvek, higgyék el, akkor is érvényesek, ha csak a kiemelt ügyekre vonatkoznak. Áttérnék a 8. ajánlási pontban szereplő módosításokra. Kétségtelen tény, bár én azt gondolom, ez is az előbbi általam felvetett kategóriába, 2 lépés előre, 1 hátra, tehát ebbe tartozik. Jó az, hogy védő nélkül nem lehet a jövőben sem kihallgatni gyanúsítottat. Ez talán az egyetlen olyan pont, amit a korábbi javaslathoz képest pozitívumként lehet megjegyezni. De azt kell önöknek megérteni, és értsék meg kérem, hogy ez nem állítja helyre a javaslat alkotmányosságát. Ismét engedjék meg, hogy az előbbi terjedelemben körülbelül picit talán hosszabban idézzek, ugyanebből a legfelsőbb bírósági véleményből, amelyik úgy kezdődik, tehát következő mondattal. A javaslat szerinti 554/H paragrafus egyértelműen alkotmányellenes. Egyrészt ellentétes az alkotmány 55. szakaszának 2. bekezdésével, amely szerint a bűncselekmény elkövetésével gyanúsított és őrizetbe vett személyt a lehető legrövidebb időn belül vagy szabadon kell bocsátani, vagy bíró elé kell állítani. A bíró köteles az eléállított személyt meghallgatni, és írásbeli indokolással ellátott határozatban a szabadlábra helyezésére vagy letartóztatásáról haladéktalanul dönteni. Másrészt ellentétes az alkotmány 57. szakasz 3. bekezdésével, mely szerint a büntetőeljárás alá vont személyeket az eljárás minden szakaszában, hangsúlyozom önöknek, minden szakaszában megilleti a védelem joga. Nem szorul különösebb magyarázatra, írja a legfelsőbb bíróság büntető kollégiuma, hogy amennyiben a terhelt az őrizet első 48 órájában nem találkozhat a védőjével, amelyet megerősít a törvényjavaslat szerinti 554/L szakasz is, a materiális védelem nem valósul meg. Ezzel kapcsolatban utalnak egyébként a Helsinki Bizottságnak a álláspontjára, és osztják az abban foglaltakat, mely szerint a védő eljárása a kiemelt jelentőségű ügyekben az érintett terhelttel egyértelműen ellentétes a most előkészítés alatt álló büntetőeljárás jogi irányelvvel, amelynek 3. cikke rögzíti, a tagállamoknak garantálniuk kell a terhelt haladéktalan hozzáférését egy ügyvédhez, mely hozzáférés nem lehet későbbi, mint A pont, a rendőrség vagy más hatóság általi kihallgatás kezdete. Ennek a követelménynek eleget tesznek a mostani zárószavazás előtti módosítóval. Csak hogy van egy C pont is, tisztelt Országgyűlés, ami úgy szól, hogy a személyi szabadság elvonásának a kezdete. Ennek viszont már nem fognak eleget tenni. A 4. cikk egyébként a hozzáférés és a védelem tartalmát határozza meg, amikor kimondja, a terhetnek joga van találkozni az őt védő ügyvéddel, tehát nem csak a kihallgatáskor, hanem annak előtte is, ahogy önök ezt nem fogják lehetővé tenni. Az ügyvédnek joga van jelen lenni bármilyen kikérdezésen és kihallgatáson, és kérdéseket is föltenni. A legfelsőbb bíróságnak tehát ez az álláspontja. Ugyanakkor önök a korábbi egyébként fideszes módosító javaslattal egy kicsit kevésbé rosszá tett helyzetet most visszaalakítják az eredeti, ennél rosszabb helyzetre. 24 óráról ismét felemelik 48 órára azt az időtartamot, amíg a védő nem találkozhat, a védő a terheltel, vagy a terhelt a védővel, természetesen megközelítés kérdése. Azonban egy hangindokolást nem fűznek a javaslathoz, tisztelt képviselőtársaim, hogy vajon miért nem, vajon mi az oka annak a javaslatnak, hogy most a 24 órára ezt az időszakot ismét 48 órára kívánják fölemelni. Azon kívül, hogy nyilvánvalóan ez koherencia zavart nem okoz, sokkal érdekesebb lenne a tartalmi válasz erre a kérdésre. Ha nem hallgatják ki, ismételten fölteszem a kérdést önöknek, mert a kihallgatáskor már ott lehet a védő. Ha nem hallgatják ki az első 48 órában, akkor mi a fenét terveznek vele csinálni ott 48 órán keresztül? Mondják meg nekem, tisztelt képviselőtársaim, vagy megint eljön a titkos és füstös kihallgatószobáknak a kora az arc felé fordított lámpával, asztali lámpával és az asztalra tett lábú vizsgálóval, tisztelt képviselőtársaim? Képviselőtársaim, segítsenek nekem akkor abban, hogy ha nem ez, akkor mi más az oka?
Mi más az oka, mint egy tisztességtelen vádalkunak az elérése és kikényszerítése? Mondják meg, mert egyébként, ha a kihallgatás az ok, akkor ott már ott lehet a védő. Előtte miért nem? Tisztelt Országgyűlés! Ellenzéki pártok képviselői, szakmai és társadalmi szervezetek, valamint független szakemberek hetek óta hangoztatják, hogy a törvényjavaslat demokrácia, alkotmány és jogellenes. Ellentétes például mind a hatályos, mind a jövőre hatályba lépő alkotmánnyal, ahogy ezt már erre már utaltam, az Emberi Jogok Európai Egyezményével, avagy az elfogadás előtt álló büntetőeljárási irányelvvel. Mindezt egyébként egyes kormánypárti szakpolitikusok is belátták, mások mellett az igazságügyi államtitkár is alkotmányosan aggályosnak nevezte a javaslatot, és pontosan ezeket a szakaszokat, amiket én most kiemeltem itt a záróvitában. És az Országos Igazságszolgáltatási Tanácsba önök által delegált KDNP-s képviselő ugyanezen a véleményen van. Egyébként az én módosítómmal szó szerint megegyező módosítójavaslatot terjesztett elő. A legfelsőbb bíróság ilyen komoly és éles kritikát soha nem fogalmazott meg, egyetlen törvényjavaslattal szemben sem. Ilyen helyzetben a kormánynak és a Fidesznek komolyan kéne vennie a kritikát meglátásom szerint, szégyenkezve vissza kéne vonni a törvényjavaslatot, nem pedig hazánkat sokatszor lejáratva visszalépni a diktatúra büntetőjogi rendszerébe. És engedjenek meg még egy megjegyzést, tisztelt képviselőtársaim, hiszen azt gondolom, ez is fontos itt a záróvitában is. Köztudott és a javaslat beterjesztői által hivatalosan is elismert tény, hogy a törvényjavaslatot az ügyészségen írta meg valaki. Ha egyébként jól tudjuk, akkor a legfőbb ügyész úrnak a kedvenc helyettese. És a szervezet gyakorlatilag megrendelte saját hatáskör bővítését az Országgyűléstől. Erre a hatályos jogszabályok szerint nincsen lehetősége, tisztelt Országgyűlés. A legfőbb ügyész úrnak egyébként el kéne végre döntenie, hogy az általa vezetett jogszabályok szerint független állami szervnek képes-e valóban megőrizni a függetlenségét, avagy a Fidesz kormány kiszolgálójává, esetleg netán motorjává kívánja zülleszteni. Belátom, hogy ennek eldöntése a kormánypárt volt országgyűlési képviselőjelöltjeként bizony, nem könnyű feladat. Egy ilyen legfelsőbb bírósági kritika után pedig azoknak az ügyészeknek, akik egy ilyen színvonalú, a demokratikus államok jogi felfogásával mindenki szerint ellenséges, nem ellentétes, nemzetközi jog és alkotmányellenes jogszabályt kidolgoztak, fel kellene tenniük magukban a kérdést, vajon alkalmasak-e arra, hogy a jövőben egy demokratikus jogállam ügyészeként dolgozzanak. Ezeknek a megfontolását kérem, és a javaslat visszavonását, illetve most már jelen eljárási szakaszban a leszavazását. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm. Gaudi Nagy Tamás képviselő úr következik a Jobbik képviselő csoportból. Parancsoljon, képviselő. Köszönöm, elnök úr. Jobbik a 2010-es választási programjában egyértelműen és határozottan azt a követelését fogalmazta meg, hogy a jogállamiságot helyre kell állítani Magyarországon 2010 áprilisára, hiszen ebben az időszakban kiépült az elmúlt 8 évben egy olyan időszak, amelynek képviseletében hallottuk most Bárándi Gergely képviselőtársunkat, aki azért becsületére legyen mondva, elég jól és szakmailag tisztességesen összefoglalta azokat az érveket, amelyek jegyében ezt a törvényjavaslatot mi nem tudjuk támogatni. Nem tudjuk támogatni annak ellenére, hogy Jobbik a rend pártja, és annak ellenére, hogy a programjába emelte a politikus bűnözés elleni küzdelmet, amelyet most már olyan elismert politikusok is alkalmaznak, mint Lázár János, aki annyira erős a pártján belül, hogy képes volt legyűrni Rubovszky Györgyöt, Cselparkovics Andrást, Répási Róbertet és azokat a szakembereket, akik egyöntetűen és velünk egybehangzóan, ellenzéki kritikákkal egybehangzóan emelték fel a szavukat ezen törvényjavaslattal szemben. Mert valójában mi a helyzet? Mindannyian, akik azt gondolom, hogy szeretnénk hazánk felemelkedését és a politikus bűnözés melegágyát teljes mértékben megtisztítani, kiirtani a politikával egyáltalán azt a fogalmat, hogy valakik a közpénzzel visszaéljenek, mint amire rengeteg példa volt sajnos 2002 és 2010 között, és ezek döntő részben megtorlatlanul maradtak. Hát pontosan, hogy említi itt több képviselőtársam Szilvási György nevét, ugye rövidesen, röviddel elfogása után szabadlábra került, pedig biztos vagyok benne, hogyha legalább olyan kreatívan alkalmaznák a jogot vele szemben, mint mondjuk Képíró Sándorral szemben, akire 97 évesen háborús büntetre hivatkozással kért az a katonai ügyész letöltendő börtönbüntetést, aki a 2006 őszi megtorlásokban vezető szerepet vitt, és mai napig ő vezeti a budapesti nyomozó ügyészséget.
vagy pedig azok az ügyészek, aki Budázi György és társaival szembeni koncepciós eljárást létrehozták, működtetik és fenntartják mai napig. És lényegében azt kell látnunk, hogy egy olyan ügyészi gyakorlatot kíván ez a törvényjavaslat törvénybe iktatni, ami a fegyveregyenlőség elvét sértve, a tisztességes eljárás elvét sértve, és épp ezáltal az Európai Emberjogi Egyezmény 6. cikkét, a védelemhez való jog alapelveit sértve, és az elfogadott új alaptörvény elveit is sértve kíván egy olyan szabályrendszert kialakítani, ahol bárkivel szemben olyan módszerek is megengedhetők lennének, amelyek egyértelműen